emlékülés egy rendezvény sorozat része. Egy jubileumi évet tartunk a Gandóban ebben az évben, sok rendezvényen. 150 éve született Gandó Kálmán, karunk névadója, a kiváló mérnök és zseniális felfedező. 120 éve folyik oktatás a Gandó Kálmán iskolái, különböző szintű iskoláiba, jogelődeiben, és 50 éve van felsőoktatás képzés a Gandó karon, először mint főiskola, majd 10 évvel ezelőtt Óbudai Egyetem lett, amelynek a Gandó egy villamosmérnöki karra. Az ünnepség sorozatoknak ez a mai alkalom egy kiemelkedő eseménye, amikor is 110 vendég érkezett, hogy megemlékezzen Gandó Kálmán születésének 150. évfordulójára, és a Gandó mint oktatási intézménynek a történetére. Számos olyan kollega tartott érdekes beszámolókat, akik valaha a Gandóhoz kötődtek, vagy a Gandóba végeztek, vagy Gandó ipari partnerekként voltak jelen a Gandó életében, és ők is megemlékeztek a múltról, jelenről, jövőről. Mit adott nekik a Gandó, mint oktatási intézmény, milyen indítatásokat kaptak itt, és milyen szellemi örökséget vittek tovább. Külön öröm számunkra, hogy Gandó Kálmán egy leszármazottja, egy unoka szintű rokon is jelen volt a rendezvényen, és hát jelenlétével emelte a rendezvénynek a fényét, és hát a értékét is, egy nagy dolog. Egy ekkora kutató, aki a háromfázisú fázisváltos mozdonynak a feltalálója, a világon talán az egy legelső között számíthatunk, hogy beszélhetünk róla, aki úttörő munkát végzett a vasút villamosításának a területén.